A lakosság és a térségben élők igényét és kérését is figyelembe vették a településen, amikor egy korszerű, járó betegellátó szakrendelőre pályáztak. Sikeresen be is fejeződött a beruházás, amely lehetőséget nyújtott volna a betegek számára arra, hogy helyben az alapellátás mellett szakorvosi ellátáshoz is hozzáférhessenek. De a szakrendelők munkája nem indulhatott el. Téli időszakban nagy port vett fel az egészségügyi központnak az a története, hogy lesz-e szakrendelés, nem lesz-e, lesz-e kis kórház, nem lesz-e. Én ezen már túl vagyok, elég sok gondot és bosszúságot, sőt fájdalmat is okozott bennem, de pont tegnap előtt kaptam meg a kórháztól a szerződés tervezetet, illetve azt a dokumentumot, amit benyújtottak az INTS-hez, és örömmel mondhatom, hogy már a rendelési idők is be vannak adva, 7 szakrendelés véhetően szeptember 1-től elindul, és hosszú távon számíthatunk arra, hogy a lakosság, sőt a környező települések lakossága hamarabb fog jutni szakorvosi ellátáshoz, mint korábban, és véhetően jobb körülmények között is. 13-14 millió forintot költöttek orvosi műszerekre, orvostechnikai felszerelésekre. Az épületben működik a házi, gyermek és fogászati rendelő, valamint a védőnői szolgálat. A beruházás során pedig hőszigetelték az épületet, felújították az udvart, akadálymentesítettek és az egészségügyi központ tetejére napkollektort építettek.